A sajtótájékoztatón Barabás Csaba kabinetigazgató, aki maga is gyalogosan zarándokolta végig az El Caminót, bemutatta azt a négy nyelvű folyamatosan frissülő és bővülő honlapot, amely biztos fogódzó az útrakészülőknek és az úton levőknek egyaránt. A 100km.mareut.ro weboldalon, amely most már ennek a projektnek a hivatalos weboldala lett, igyekszünk az önkéntesek segítségével minden olyan információt összegyűjteni, amely ehhez a projekthez kapcsolódik. Elkezdve a különböző térképektől. Ugye van külön kerékpárosoknak, külön lovasoknak, külön a gyalogosoknak térkép a különböző nyomvonalakon, hisz ezeknek úgymond az útvonal nem mindig egyezik, van, ahol egy picit eltér. Ezeken a térképeken kívül a szálláshelyeket, az orvosi rendelőket, a gyógyszertárakat, az üzleteket, az éttermeket, a különböző segélypontokat, a látnivalókat, az eseményeket, amelyek az út során akár belebutolhatnak a zarándokok, hiszen azért rengeteg helyi rendezvény is van, amire úgy gondoljuk, hogy ha valaki épp erre zarándokol, akkor természetesen a helyiek biztos nagyon szívesen látják. De nem csak ezeket, hanem rengeteg leírás, rengeteg hasznos tanácsot, és akár most már egy audio guide-ot is, hiszen nem mielőtt valaki elindulna erre a zarándokútra, próbálunk lehetőséget biztosítani arra, hogy tudja megnézni, hogy hol fog járni a Google térkép segítségével, a Google Street View-nak a segítségével pedig akár körbe is tud nézni, sőt most már hangfelvételre is van a lehetőség, hogy meg is tudja hallgatni, amit arról az adott helységről, a látványosságról tudni érdemes. Ugyanakkor ismertette azt a tanúsítványt is, amelyet majd azok kapnak, akik az utolsó 100 kilométert gyalog teszik meg. Az út nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral vagy akár lóval is teljesíthető. Ezek útvonalai is elérhetők a honlapon, ahol megtalálható a szálláshelyek, zarándok fogadók listája mellett minden egyéb fontos információ is. Az útvonal az Parajdról indul a gyalogosoknak, Parajdról elindulnak, felmennek Atyhába, átmennek Etédre, Énlaka, Farkaslaka, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Csíksomjó. Ez az egyik gyalogos útvonal. Ugyanakkor Parajdról lehet menni Bucsin irányába, Gyergyalfalú, Csomafalva, Újfalú, Vasláb, Karcfalva, Rákos, és akkor úgy érkeznek Csíksomjóra. Tehát az útvonalak úgy vannak kinézve, hogy minden útvonal több mint 100 kilométer, ugye az a címe a zarándoklatunknak, hogy tedd meg az utolsó 100 kilométeret gyalog, lóval vagy biciklivel. A lovas és a biciklis útvonal kettő különböznek. A lovasok három irányból jönnek, tehát háromszék, gyergyószék és udvarhelyszék. A biciklisek pedig egy irányból, azok Szovátáról indulnak, és ugyanazt az útvonalat követik, mint a gyalogosok egészen Zetelakáig. Aztán ott átmennek Ivóba, és úgy mennek a Csíkmadarasra azért, hogy kikerüljék a hegyet, és mégis egy köves úton menjenek, mert félünk attól, hogy a sáros úton nem tudnak majd keresztül jönni a Hargita. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezés közösségi ügyé vált, és civilek, cserkészek, túrázók, a lovasok is számtalan önkéntes egyaránt csatlakozott hozzá. Ebben az összefogásban helye van a természet szerető embereknek, vallási szervezetek képviselőinek és önkénteseknek, helyi vállalkozóknak egyaránt. Megyünk gazdaságfejlesztési stratégiában is a vendéglátás egy kiemelt helyen van, de nem minden a pénzről kell szóljon, és azt gondolom, hogy a lelki feltöltődés, illetve az, hogy Európa egyik legnagyobb zarándok helye itt van megyénkben, Csíksomjóban. Ez mindenféleképpen predesztinálja a lehetőségek tárházát, és azt szeretnénk, hogy a lelki felüdülés, feltöltődés mellett igazából ezt a megyét, ezt a térséget, Székelyföldet tegyük ismertebbé, és így, hogy a településekre bevisszünk nagyon sok zarándokot, azt gondolom, hogy egy további célt is el tudunk érni, vagyis egy kicsit jobban összeszedi minden település magát, talán a helyi szolgáltatások tárháza fog bővülni, lehet, hogy fog nőni a büszkeség a szülő település irányában. Bízunk benne, hogy újabb turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek jönnek létre, tehát egyféle kiegészítő, vagy akár főjövedelmi forrásként is azokon a településeken, ahol ma nem olyan nagy mértékben zajlik turisztikai tevékenység, vendéglátó tevékenység, az el fog indulni. Úgyhogy ennek csak a pozitív oldalait látjuk, és egy jó példa lehet majd arra is, hogy akkor erre ráépülve
a fürdőturizmust, a többi, az aktív turizmusnak a többi részét, tehát a gyógyturizmust, a kulturális turizmust és a többi ágazatát a megyénk turisztikai kínálatának tudjuk hasonló módon felépíteni, hisz ha csak védett övezeteket nézünk, ha műemlékeket nézünk, tehát igazából azt szoktuk mondani, hogy Hargita megyének és Székelyföldnek nincs tengere, de azon kívül a turizmusnak minden fajtája, formája gyakorolható, és itt az ország közepén igenis szeretnénk, hogyha minél többen ide látogatnának hozzánk. Mint arról már korábban hírt adtunk, Bőte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője is csatlakozik a Mária út utolsó 100 kilométerének, gyalogos megtételéhez a pünkösdöt megelőző napokban. Önkéntesnek, zarándoknak jelentkezni a honlapon keresztül is lehet.